Üdv, sziasztok a nevem Jerikó, gyorsan telő hétfőt mindenkinek, ma is egy tankbemutatóval érkeztem, a kiszemelt áldozat még nem szerepelt a csatornán, ő nem más, mint a G-sor 1008, ez egy brit Tier 8-as prémium táras tank destroyer vagy TD. Mint említettem, a G-sor 1008 még nem szerepelt a csatornán, ez köszönhető annak, hogy a jelenlegi szezon előtti szezonnak a nyeremény tankja volt, akkor behúztam, mentem vele valami két csatát, aztán letettem, mert mindig más dolgom akadt, most viszont jelenleg szakítottam rá egy kis időt, hogy kipróbáljam. A pályasztyep 9-es tierben fogunk közreműködni, úgyhogy kicsit óvatosabban kell vele bánni, meg még olyan nagyon nem ismerem ezt a TD-t, hogy mire képes, hogy mit lehet belőle kihozni, mint említettem. Táras, tehát négy lőszer van benne, de erre mindjárt rá is térünk. Mire kell odafigyelni minden egyes csatánál? A csapat leosztásra, itt említettem, hogy 9-es tierben fogunk játszani, ez kis óvatosságra in, kitemelnék ki a három lightot mindenféleképpen, sztyep pályán vagyunk, itt tudnak rohangászni, fel tudnak deríteni, és az arti nagy lelkesedéssel ki is tud vágni vissza a garázsba, úgyhogy erre külön oda kell figyelni. Nos, de ne rohanjunk ennyire előre, először ismerjük meg a G-sor 1008-at, 60 km-re képes hasítani a mi kis TD-nk, alaplőszerünk AP, prémium lőszerünk APDS, mit használunk APDS-t, miért? Azért, mert nincs APCR, meg ennek van nagyobb átütése, míg az alaplőszer, tehát az AP-nknak az átütése 226 mm, addig az APDS-ünknek 321 mm. Míg az AP-nk, tehát az alaplőszerünknek a sebessége 1066, addig az APDS-ünk 1411-el száll. Nagyon jó száll, viszont nagy távolságban azért veszít a sebességéből, mely kicsit olyan érdekesebben veszi az ívet, de ettől függetlenül én ezt használom, mivel ennek van kellő átütése. Adott nekünk egy 370 méter alaplátótáv, 100%-os legénységre értendő, ezt mindenféleképpen érdemes feljebb tornázni, akár skillekkel vagy felszereléssel, 320-as alfával büntetünk, mint említettem a G-sor táras, tehát tártöltőrendszerrel van ellátva, 4 darab lőszer van, tehát 4x320-at tudunk kilőni az ágyúból egy betöltésre. A teljes tára, vagy a négy lőszernek a betöltési ideje pótellátmánya közel 39 másodperc, ami rengeteg. Mindenféleképpen szupporttankok vagyunk, csapatigényes kell, mögé a csapat, máskülönben 40 másodperc alatt, pillanatok alatt vissza fognak küldeni a garázsba, főként úgy, hogy 1200 HP-nk van. Tehát 1200 HP Tier 8-ban is kevés, nem hogy a tízesek ellen. Az én felállított mércém ugye akkor 2400 sebzés, 2 kill, úgyhogy 40 másodpercenként töltünk, tehát mint mondtam, nagyon oda kell figyelni, hogy hova fogjuk vinni a TD-t, mert ha nincs mögötte csapat, 40 másodperc az rengeteg idő. Ágyunk pontossága 0,34 méteren, ez nagyon jó érték, viszont említettem, hogy APDS-t használunk. Az APDS-nek megvan az orosz tulajdonsága, hogy nagy távolságra lősz vele, akkor ugye veszít a sebességéből is, plusz pontatlanná válik. Így ez a 0,34 érték nem rossz, csak próbáljunk meg középtávról dolgozni. 2,3-as alapszűkülésünk van, ez tökéletesen használható, és ugye 4 darab lőszer van a tárban, a lőszerek közti betöltési idő 2 másodperc, úgyhogy remekül lehet vele tárazni, csak hát ugye az utána levő 40 másodperc a kritikus. Tehát összegezzünk, mit tudtunk meg a G-sorról, tehát töltőrendszerrel van ellátva, egy töltésre adott nekünk 4 lőszer, 320-as alfával büntetünk, ha ebből beadt 300-ot már jók vagyunk, tehát úgy kell kalkulálni, hogy adott egy töltésre 4x300 sebzés, ha ezt beadja, akkor már egész jó. Ami veszélyessé teszi a TD-vel a játékot, az, hogy 40 másodpercig ki van téve mindennek, így sokkal nehezebb vele érvényesülni, plusz ugye egy kis szívfájdalom, hogy APDS a prémium lőszerünk, nem pedig APCR, ez egy kicsit megnehezíti a játékot, de nem vészes. Mint említettem, 1200 HP áll rendelkezésünkre, jelenleg 2500 fölött járok, tehát az azt jelenti, hogy megvan HP-m duplája, ki van sebezve, T54 érkezik, szép lassan betöltök. Ugye nem kifejezetten kamóra élesztem ki a TD-t, mert még csak tapasztalgatom, hogy milyen vele játszani, mennyi az alapértéke, meg ilyenek. Hát itt lövés után egyből fel is húzott a T54, semmi baj, vesztettünk egy kis HP-t, viszont már is a konvétnek próbáljuk visszakülni a garázsba, sikerült is.
Cserében viszont odaadtam a HP-m javát, maradt nekem 127, majd ezt beosztom, a csapatom relaxál, el vannak ott hátul, én viszont a kritikus 40 másodperces töltésidőmet várom, hogy leteljen, szép lassan megpróbálok kinézni, hogy azért valamit lássak, ha nem lövöm el magam, nincs gond, de mint mondtam, hát ez ilyen tesztkörök, mindenféleképpen érdemes kamóra rágyúlni, mert valamiért elég gyorsan fel tudják húzni, elég nagyok is vagyunk. De mint említettem, ez egy csapatorientált TD, ha van mögött egy csapat, akkor közvetlen nem kell előnöm magamat, és nem esik le az átszaérték. Én szemmel tartom az ellenséges tankokat, míg a csapatom lefókuszálja, de úgy tűnik, hogy a csapatom házon kívül van, így kénytelen vagyok én egyesével lődözni, tehát ellövöm magam, felvillanok, visszahúzom, megvárom, míg kialszanak a fények, majd visszaállok nem pont ugyanoda, nehogy egy blinddal megjutalmazzon a T-54. Ugye 127 HP az nem sok, ezt kell beosztani, ahhoz képest még rengeteg tank van. 4181 sebzésnél tartok, én azt mondom, hogy ez nem rossz. Megpróbáljuk megvárni azt a T-54-et, nagyon piszkálja a fantáziámat. Ami legelőször feltűnt a G-sornál, hogy rettentő jó mobilitása van, ugye 60 km, csata legelején már tudom, hogy hova fogom vinni, kinézek egy fix pozíciót, oda is fogok ezzel a mobilitással érni, a lényeg az, hogy körültekintően kell megválasztani a célt, már csak azért, hogy legyen ott csapattársak, máskülönben a 40 másodperc alatt pillanatok alatt visszaküldenek a garázsba, ha egyedül maradsz, tehát leszakadsz a csordától. Tehát ha a csapatod vonul, neked is ott kell lenni a közelben, máskülönben esélye sincs ezzel a 40 másodperccel. Tehát összességében mondhatnám, hogy nagyon jó TD, mert ez a 4 lőszer ez szerintem rettentő jó, a lőszersebesség, az ágyú kezelhetőség kiváló, a mobilitás is, a látótáv is, tehát el lehet vele lenni, el lehet vele érvényesülni, viszont ez a 40 másodperc ezzel a játékos bázissal, meg ezek a csapattársakkal lehetetlenné teszi szinte a játékot vele, mert nem lesz mellé csapatod, és 40 másodperc az rengeteg, tehát ha ezt nekem most így külön meg kellene venni, hát én nem venném meg, alapból a 40 másodperc le is beszélne róla, ugye én azt szoktam mondani, hogy olyan tankokat kell nézni, ami önmagában is megállja a helyét, nem pedig olyat, ami csapatigényes, mivel manapság csapat az nem adott a játékban, de így, hogy szezonnal meg lehetett nyerni, így azt mondom, hogy elfér, kipróbálhattam, nem rossz, lehet vele nagyokat alkotni, elég jó statot tartok vele, viszont, sőt, ennél tovább mennék, hogy nagyon jó statot tartok vele, de ez a 40 másodperc, ez hosszú, tehát ha még ez az a TD nincs meg, én nem erőltetném, pontosan 40 másodperc, ez egy olyan kizáró ok, amiért nem kerülhetne be például az én garázsomba. Tehát, hogy ilyes, nagyon könnyen lehet vele tartani az átlagot, nagyon könnyedén hozza a kötelezőt, az elvártat, viszont nem képes lehozni a csatát egymaga, nem képes visszatartani egy oldalt, tehát nincs visszatartó ereje, mivel a 40 másodperc alatt eltemetik, plusz ugye egymaga nem képes megfordítani a csata végkimenetelét se, tehát ez egy support tank, egy csapat igényes, tehát ez mellé kell egy csapat, és jelenleg ez nem adott, tehát ha ezt meg kellene venni, én nem venném meg, nem kerülhetne a garázsomba, nem azért, mert nem egy jó TD, minden jó benne, viszont ez egy support tank, és ha nincs mögötte csapat, onnantól kezdve nem tudod kihasználni az értékeit a tanknak. 5000 sebzésnél tartunk, Jack Panthert próbáljuk kiszedni, ki is jött, pillanatok alatt vissza is vágtuk a garázsba, 522 assist, hát sajnos itt azért a csapat annyit nem lőtt, hogy nekünk ez jó legyen, de sebzésben szerintem kitoltuk, amit lehet. Hát megpróbáljuk beosztani 127 HP-t, nem ez az első és nem ez az utolsó, hogy kevéssel kell gazdálkodni, akár csata legelején is, Conway érkezik, viszont most jön a kritikus 40 másodperc. Conway megpróbált ide köpni egyet, de hát szerencsére nem volt akkor a hátszele. Object 704, de hát ugye most még csak nézelődők vagyunk, vagy nézők vagyunk, hát ilyen töltésidővel akár meg is fordulhat a csata, hát pont ez a legrosszabb ebben a TD-ben, a töltés ideje és a várás, a várakozás, addig a csapat képes meghalni, tehát
Tehát a G-sor jó, nagyon könnyedén lehet használni hozzá a kötelezőt, viszont nem képes befolyásolni a csata végkimenetelét. Nagy nehezen be is töltöttünk, letelt a kritikus 40 másodperc, erre már enemi sincs, sőt a T-54-et is kiszedték, akit egész csata alatt lődöztünk. Győztes csata, én azt mondom, hogy a G-sorból kihoztuk, amit ki lehet, 5 frag, 5760 sebzés, mint mondtam, az átlagot nagyon tudja tartani, de ha csak ő rajta múlik, akkor az enemi fog érvényesülni. 127 ezeret keresett, tehát nagyon jól is keres, 5 frag, 5760 sebzés, 522 assist, megvan Mastery, Fire for Effect, Zúzó, Fighter, Sniper és egy nagy kaliber. Tehát, mint mondtam, nagyon jó a TD, de önmagában kevés. Tehát ott ezzel a 40 másodperccel el is ásta magát, mert ha nincs mögötte csapat, akkor az enemy azt csinál, amit akar, és innentől kezdve ezt meg se venném, de mint mondtam, így, hogy szezonba bekerült, így nem rossz, meg így néha-néha előveszem, de én magam sem fogom erőltetni, tehát nem fogok vele sűrűn játszani, pontosan azért, mert egyszerűen ehhez csapat kell, ami jelenleg nincs. Ventilátor, egy szűkülést is feltettem, és a távcsövet, ugye, hogy növeljem a látótávot. Ő volt a G-sor, én Jerikó, szerdán találkozunk, sziasztok!